Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A dal Cseh Tamás Bereményi Géza Ima című dala volt, és fontos volt számomra ennek a dalnak a közös végighallgatása veletek. A befelé és kifelé tartó út, talán így fogalmazhatnám meg erre az előadásra való felkészülés idejét. A befelé tartó út olyan volt, mint a mesehősök útja. Próbatételeik nagyon sok vonatkozásban hasonlóak a mi emberi történeteinkhez, ahol tudatos törekvéseink és tudattalan vágyaink ellentétében naponta megküzdünk és megélünk. Természetesen nagyon sok kérdéssel szembesültem önmagamról, önmagamra vonatkoztathatóan, és azzal is szembesültem, hogy mit jelent számomra az alkotó lét állapota, az alkotás folyamatában lenni. A kifelé tartó út az a közösségeimben megélt tapasztalataim, az ott megszületett kapcsolatok kihívásai, örömei, nehézségei, konfliktusai, határhelyzetei, és természetesen mindazok a kapcsolatok, mindazok a találkozások, amelyek főleg az utóbbi időben azokkal az emberekkel való találkozást jelentették, akik élethelyzetükben, a nehézségekben élnek, a peremen élnek, akik hajléktalanok, akik nagyon sokszor megtapasztalják azt, hogy magukra hagyottak. Sokszor gondoltam azt, és volt bennem egy ilyen gondolat, hogy a belső életünk olyan, mint a kegyelem leszálló pályája. Hogy hozzátartozik emberi életünkhöz az, hogy rálássunk önmagunkra, önmagunk történeteire, de ahogy Jézus is föléhajolt a mi emberi történeteinknek, föléhajolhatunk mi is önmagunk és mások történeteinek. És ezekbe a föléhajlásokba, ebbe tulajdonképpen megtapasztalhatjuk azt is, hogy a pasió történet nagyon sok vonásban rokon a mi életünk történetével. Hogy a kereszt az nagyon erős mintát ad arra, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz, hogy hogyan engesztelődjünk ki, hogy hogyan fogadjuk el a szeretett kapcsolatainkat. De tanít bennünket, alakítja a beállítódásunkat a hatalomhoz, az erőszakhoz, az elfogadáshoz, a kiengesztelődéshez való viszonyulásainkban is. Mert hogy a világosságban járhatunk, ahogy Miklós atya is említette, mert a világosság a testélet Isten fia, aki képes összekötni Istent és embert, önmagamat és másokat. Ahol jártam és ahova eljutottam, saját személyes életem nehézségei, veszteségeiből való fölállás nehézsége, olvasmányaim, beszélgetéseim, csoportélményeim. Tulajdonképpen azokat szeretném megosztani veletek, és hálás vagyok, hogy itt vagytok. Fontos természetesen hozzátenni azt, hogy csak vázlatosan és nagyon személyesen fogalmazódnak a gondolatok, hisz kimeríthetetlen a téma. Az alkotás fogalma elsősorban a művészeti alkotások vonatkozásában hoz bennünk elő rengeteg információt. Képzőművészet, zene, szobrászat, film, színház, és sorolhatnánk a számtalan művészeti ágat, de én természetesen ide sorolom a tudománynak azokat az alkotásait is, amelyek emberi életünket segítik megkönnyíteni. A művészeti alkotások vonatkozásában egy sorozat keretében
Nagyon sok gazdag és igazán érzékeny előadást hallhattunk itt az elmúlt időben. Dávid Katalin azt fogalmazta meg, hogy alkotni annyi alkotónak lenni, az alkotás folyamatában lenni, azt jelenti, hogy befogadni tudok. És hogy ebben a befogadásban ebbe többé válok, mint amennyi voltam. És hogy ez a több, ez ott indul el, ahol az én, a mi bevégződik. Ahol teret tudok adni a másiknak, a másnak, a tőlem eltérőnek. És ezek a gondolatok jelennek meg Vörös Klára és Borbelic Pál szavaiban is. Klára azt fogalmazta meg, hogy Isten alkotásai vagyunk, és hogy egyben társalkotók is önmagunk alakításában. És Borbelic Pál pedig azt mondja, hogy az alkotás nem csupán a dolgokra vonatkozik, hanem önmagunk és jellemünk formálására és alakítására. No hát én ezt az utóbbit szeretném egy kicsit veletek együtt végigjárni. Önmagunk és jellemünk alakítására és változására vonatkoztatható alkotói utat, alkotási folyamatot. Az én-te kapcsolatban megszületett alkotási folyamatot. Amikor azt mondom, hogy én-te kapcsolat, akkor Isten és ember, ember és ember kapcsolatára gondolok. József Attila ezt a következőképp fogalmazta meg, ahogy már láthatjátok vetített képben is, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Vagyis, hogy ebben a társas kapcsolatban, ebben a személyközi társas kapcsolatban tudunk önmagunk gazdagságára rálátni, a másik gazdagságára rálátni, és felszínre segíteni mindazokat a kincseket, mindazokat az adottságokat, amelyek aztán változtatnak és alakítanak bennünket. Az én-te kapcsolat Isten részéről biztosan, ember és ember kapcsolatában nagy reményünk lehet erre, mindig nyitott és befogadó, aktív, dinamikus, változtatni akaró, átalakítani akaró, az újjászületés folyamatát segíteni akaró kapcsolat. Nagyon megfogott Boros László jezsuita szerzetes pár gondolata, aki azt fogalmazta meg, hogy a különböző érzések azok bennünk vannak, de mi emberként a szeretetben lakunk. És hogy ez nem metafora, hanem maga a valóság. Mert a szeretet az nem tapad rá az énre, hogy aztán a te az csak tárgya, vagy egy vonatkoztatási kerete legyen, mert a szeretet az én és te között van. Istennel való kapcsolatunkban ez biztosan igaz. Emberekkel való kapcsolatunkban is igaz. Közte és köztem történik a szeretet, és ez a szeretet kapcsolat tud bennünket alkotóvá, alakítóvá tenni, segíteni, ez tud erőt adni ehhez. Csak említés szintjén létezik az én az kapcsolat, amikor dolgokhoz és tárgyakhoz viszonyulunk. Személyekhez, és legyenek bár tőlünk nagyon eltérőek, nagyon mások, nagyon különbözőek, soha nem ebben a viszonyrendszerben élünk. Persze, ha megvizsgáljuk magunkat, akkor lehet, hogy rájövünk, hogy néha talán mégis. Pár jellemzőt szeretnék felsorolni, amelyet az alkotói folyamatra, az alkotás folyamatára vonatkoztathatunk. Az első az, hogy az alkotói folyamatban, az alkotásban többé válunk. Ebben az én-te kapcsolatban megváltozunk, átalakulunk, gazdagodunk.
És természetesen nekünk mindig szabadságunk van eldönteni, hogy ezt a többet, ezt az újjászületettet, ezt a megváltozottat akarom-e önmagamban erősíteni, tudva, hogy a régit soha nem tudom teljesen letenni, hogy soha nem tudok teljesen átöltözni, kiöltözni mindabból, amit hordozok, ami a személyes életem története. És azt is tudom, hogy ez a többé válás útja, ez a leküzdött próbatételek és kísértések körében folyik. Az alkotás folyamatos munka. Sikertelen kísérletek, újrakezdések, remény, öröm, bizalom, bizakodás, határhelyzeteink megtapasztalása. Az alkotás erő. Erről az erőről nagyon szépen beszélt Miklós atya, elég sokszor kell visszahivatkoznom az ő ma este elmondott gondolataira. Az alkotás erő, mert kiemel bennünket az idő és tér koordinátáiból, és egy új nézőpontba emel, ahol teljesen más lehetőség lesz ránézni mindarra, ami önmagunkban történik, és mindarra, ami körülöttünk zajlik. Az alkotás folyamatában mindig valami új születik. Nem tudom pontosan ki a szerző, de egy nagyon szép gondolatot olvastam. Táncol velünk valaki, és mi nem félünk attól, hogy hibázunk. Tehát ebben a mély bizalomban születik az új. Ebben a mély szeretet kapcsolatban tud új születni. Sőt, azt gondolom, hogy csak a bizalomban tud új születni. Az alkotás jelenlét és alázat. Enélkül nem megy. Szerintem sem a művészeti alkotások vonatkozásában, sem emberi jellemünk alakításában és folyamatában. Jelenlét és alázat nélkül nem megy. A befogadás ugyanis, ami az alkotásnak szintén egy nagyon fontos momentuma, a befogadás azt jelenti, hogy teret adok a másik embernek. Nagy, tágas teret, hogy megérkezni tudjon, hogy jelen lenni tudjon, hogy engem, ha kell, átalakítani tudjon, illetve ez egy természetesen kölcsönös kapcsolatban tudjon megtörténni. Az alázatot azért emelném ki, mert itt ebben az esetben az alázat alatt azt értem, hogy a szeretetnek egy különleges minősége, létteremtő szeretet. Az alázat létteremtő szeretet, emberi létünket teremtő szeretet. Isten részéről mindenképp, de emberi kapcsolatunkban is. Akkor tud emberi önmagamat, emberi valómat, emberi létemet teremtő erővel megsegíteni, megáldani, hogyha ez alázatban tud történni. És tulajdonképpen ez az alázatban megtörténő, a másikat teremtő szeretet, ez igazából a hétköznapok egyszerű gesztusaiban érhető tetten. Sokszor a csodákban, de nagyon sokszor nagyon hétköznapi gesztusokban. Az alkotás a változásra nyitottság. A változás azt jelenti, ahogy most láttam itt az oltárnak támasztott létrát, az a történet jutott eszembe, ahol az fogalmazódik meg, hogy szorosan fogunk egy létrafokot, ott már van egy belső bizonyosságunk, de tovább kell, hogy menjünk, és ahhoz, hogy a következő létrafokot elengedjük, ezt elérjük, ezt el kell engedni. És a kettő között, ott bizony van egy csak bizalommal áthidalható távolság. Át tudom-e tenni a kezemet arra a létrafokra, ahol még nem tudom pontosan, hogy mi vár rám. Tehát nyitott vagyok-e a változásra. A változás egyben azt is jelenti, hogy egymásnak ellentmondó dolgok feszültségét képes vagyok-e elfogadni. Hogy a tudásnak és nem tudásnak a kölcsönösségében képes vagyok-e lenni, létezni, a kapcsolataimban lenni. És
a nagyon sok közül, ami még idehozható lenne, záró gondolatként fogalmaznám meg, hogy az alkotás az értelem, az érzelmeink, természetesen a testi tudatosság és a szív terének a nyitottsága. Erre egy nagyon, hogy mondjam, képszerű történet van, hogy három ember nézi a naplementét, és hárman különböző módon vannak jelen. Ez a három ember persze lehet, hogy nem is különböző, hanem önmagam is képes vagyok háromféleképp jelen lenni valaminek a szemlélésében. Az egyik ember, maradjunk a történetnél, csendben marad, csak szemlélődik, csak befogadja a látványt, a látvány misztériumát. A másik ember esetleg értelmi képességeivel és képzelő erejével az égi testeknek a működéséről, a gravitációs térről és számtalan dologról elmélkedhet közben. A harmadik ember pedig érzék szerveivel képes befogadni a látványt, hogy szinte illata van, íze van annak, amit lát, és ezt ő így át is tudja tenni szavakba. Az alkotás folyamatához talán mind a három jelenlét nagyon fontos. Ami emberi egzisztenciánkban valóban maradandó, az nem születik velünk. Az nincs kezdettől fogva megadva, mert az emberi lét az bontakozó lét. Hogy újra teremtődünk, újra teremtjük magunkat a gondviselés, az irgalom, a kegyelem segítségével. És ahogy Magyar Balázs megfogalmazta, a gondviselés nem egy külső segítség, hanem együttműködés. Ugye sokszor fogalmazzák meg, hogy mi vagyunk az agyag, és Isten formál bennünket. Ha együttműködés, akkor belesimulunk ebbe a minket formáló kézbe, de nem is csak a kézbe, hanem az újak repedéseibe. Milyen mély azonosulás. Mert hogy embernek lenni azt jelenti, folytatom tovább a szerző gondolatait, hogy nem vagyok minden, ami lenni akarok. Hogy nem vagyok az, aminek gondolom magam. Hogy gondolkodásom bizony néha irracionális. Hogy vannak olyan gondolatok, amelyeket nem akarok másokkal megosztani. Hogy testben élek, ami fáj, öregszik, tökéletlen, és támaszra van szüksége. Hogy fájdalmaim és örömeim is vannak, és vágyaim, amelyek nem teljesednek be. Hogy szerethető, szerető és önző is vagyok. Hogy nem tudom folyamatosan kontrollálni az életemet, tehát rászorulok a kegyelemre. Hogy bizonyosságban és elveszettségben élek. Bizonyosságban, amelyet Izaiás a következő szavakkal fogalmaz meg, tenyeremre rajzoltalak téged, falaid előttem vannak szüntelen, sietnek építőid, rombolóid és pusztítóid pedig kivonulnak belőled. A tenyeremre rajzoltalak téged nagyon szép, könnyed költőiségét. Olvastam egy másik fordítást, ami egy sokkal tömörebb és markánsabb megfogalmazás. Az pedig így hangzik, markomba véstelek. Csak egy kicsit adjunk időt ennek a képnek. Mi kapcsolatainkban kit vésünk a markunkba, hogy ki ne tudjon esni. Mert embernek lenni azt is jelenti, hogy hivatásunk van. És ez a hivatás, ez létezésünkből fakad, nem lerakható, nem elhagyható, nem kitehető az ajtón túlra,
és természetesen megjelenik benne a szolgálatok sokszínűsége, és megjelenik benne a mag halálának felvállalása is. A talentumokról Máté evangéliumban tudunk olvasni. A képességek, a befektetett kincs, pénz, adottságok, milyen kifejező ez a szó, adottságok. A felhasználásukról. A történetben három ember három különböző képpen dönt, és a döntéseik következtében az első két ember jutalmat kap, akik megsokszorozzák a talentumokat, viszont a harmadik ember büntetést kap, mert hogy elássa azt, amilyen van, hogy aztán majd vissza tudja adni annak, akitől kapta. Én most szeretném a figyelmünket oda irányítani, ahol az evangéliumnak egy záró gondolata van. Dobjátok ki a külső sötétségre. Nagyon sűrített pillanat ez. Megállít bennünket, és kérdéseket hoz felszínre. Válaszolni kell, hogy tudjunk rá. Mert hogy mikor is tapasztalhatjuk meg a külső sötétség állapotát? Aki még soha nem élte ezt át életében, az most nem tud velem jönni az elkövetkezendő pár gondolatban, de akik életükben megtapasztalták már ezt, akár egy olyan esetben, amikor félelemből rossz döntést hoztak, vagy amikor akár egész életük során egy betegséget hordozni kellett, egy kilátástalan helyzetet hordozni kellett, vagy annak a drámáját, amikor elvesztünk egy szerettünket. Olyan, mintha a külső sötétségben lennénk. A kérdés valóban az, az alkotás folyamatánál, az alkotói folyamatnál maradva, milyen döntést hozok? Milyen útra indulok el, amikor megélem ezt a mélységet, ezt a sötétséget? És hogyha átmegyek ezen a sötétségen, kivé leszek és milyenné válok? Hogyan alkot engem Isten ezen az úton? Hogyan alkotom én önmagamat? Kikkel találkozom ott a veszteségeimben? Kik lesznek a társaim? Kibe tudok kapaszkodni? Tehát a kérdés valóban az, tudjuk-e ilyenkor is újra alkotni magunkat? Számomra nagyon bíztató megtapasztalni azt, hogy Jézus nem fél ezektől a nagyon erős érzelmi pillanatoktól, és engedi magából feltörni őket, akár a templomkert megtisztításakor, akár a Getsemáni kertben. Nem hiányoznak életéből, nem hiányzik az ő élettörténetéből a mélyből feltörő sírás, ezek a nagyon sűrített, nagyon mély érzelmi állapotoknak a megélése, és nem hiányzik a mi életünkből sem. És hogy az általa végigjárt út, az engem is segít végigjárni a saját utamat, mert azt hozza elém arról a képet, hogy tétje van annak, hogy hogyan döntök. Tehát meg kell, hogy állítson engem itt mondjuk ebben a történetben egy nagyon erős képpel, hogy kidobatom a külső sötétségre. És bizony megtapasztalhatom ilyenkor magamban, én megtapasztaltam magamban, hogy valami biztonságot adó erő eltűnik, hogy Istennel való kapcsolatomból kiszakítottam, hogy sebezhetőségemmel szembesülhetek. Mert teremtett lényem erőtlen és mulandó, és bár erős bennem a törekvés és vágy a biztonságra, a kiszámíthatóságra, az élet feletti kontrollra, Jézus úgy éli elém az ő életét, hogy abban soha nem biztonságra törekedett, hanem bizalomra.
a bizalmat állította mindig nagyon erősen a középpontba. Önmagadban találod meg Istent, és Istenben önmagamat. Istenben önmagadat erősít Avilai Szent Teréz a Belső Várkastély című művében. Megtalálni valakit, az elindulást jelent, erőfeszítést jelent, akadályokat jelent, küzdelmet jelent, és majdan egyszer hazaérkezést jelent. Az volt bennem, amikor Teréznek ezt a gondolatát megtaláltam, hogy talán Jézus is azért tett kevés csodát, mert tudta, hogy nincsenek gyors, olcsó megoldások ezekben a helyzetekben, a mély drámák helyzeteiben. Inkább útnak ajánlotta saját magát, és ezen az úton való megmaradásban segít. Az én-te kapcsolat alakító, formáló, alkotó erejét adja nekem, hogy az úton végig tudjak menni. És ha maradok tovább Teréznél, ő úgy fogalmaz tovább, hogy meggyőződésem szerint egy napi alázatos önismeret, ha még annyi keserűségünkbe és szenvedésünkbe kerül is, nagyobb kegyelme az Úrnak, mint elmerülés egy belső imába. Mit mond itt Teréz? Azt mondja, hogy alázatos önismeret. Az előbb említettük már, hogy mit értünk az alázat alatt. Az alázatos önismeret az fájdalmas, meg nehéz. Mert nagyon sok mindennel szembesülök, ami nem is biztos, hogy tudatos működésem. De nagyon termékeny feszültségi pillanat ez, hisz Isten kegyelméből kapom, ha tudom így látni. És megfogalmazza Teréz azt a gyönyörű gondolatot, hogyha szép lassan ballagsz ezen az úton, a sötétségből kivezető úton, az én-te kapcsolat alkotó-alakító valóságában, akkor eljutsz oda, ami, hol van, igen, a középső, hogy én vagyok az, akiben az engem szerető Isten lakik. Hogy ráláthatok erre, hogy felfedezhetem ezt. Micsoda belső identitás ez a mondat, ez a gondolat. Földrengés biztos, mondhatnám. Ha eljutottam erre a gondolatra, hogy én vagyok az, akiben az engem szerető Isten lakik, akkor megtapasztalom azt, hogy nem vagyok egyedül, hogy elvehetetlen emberi méltóságom van, és hogy akármit csináltam, vagy nem csináltam, Isten gyermeke maradok. Hogy nem csak befogadójává, de elszállásolójává tudok válni a valóságnak. És ebben a megtöretésben és megnyílásban újra át tudom élni a lényeget. Én vagyok az, akiben az engem szerető Isten lakik. Csak egy kicsi gondolat erejéig kitekintés a tudomány területére. Hogyan fogalmazza ezt az egészséges önelfogadást, visszatalálást, önmagunkhoz való visszatalálást a családterapeuta? Következő diát köszönöm szépen. Azt fogalmazza meg, hogy értékes vagyok. Hogy a világ általam is jobbá válik, miközben képes vagyok meglátni saját hibáimat és gyöngeségeimet. Hogy bízni tudok saját alkalmasságomban, de tudom, hogy másokra is szükségem van. Hogy miközben bízom a döntéseimben, aközben tudok segítséget kérni, és tudok segítséget elfogadni. Hogy becsülöm saját értékeimet, ugyanakkor tisztelem másokét is.
és hogy a költészet felé is egy gondolat erejéig, költészetnél is megálljunk. Széchy Margit fogalmazta meg, úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni illik. Csodára, az ember fiára, kezeire, nyírott hajára. Én hiszem azt, hogy Isten is így néz ránk. És mert tőle tanuljuk ezt a szemlélést, így tudunk nézni önmagunkra, és így tudunk nézni a másik emberre is. És ebben a gyógyító jelenlétben újra tudjuk alkotni önmagunkat, megengedjük, hogy bennünket is újra alkossanak. Egy személyes gondolattal szeretném zárni, remélem a hangom kitart a végéig. Ha nem is napi, de folyamatos lehetőségünk van önmagunk alkotására egy olyan közösségben, egy olyan csoportban, aminek jó pár éve én is tagja vagyok. A Szentírás különböző történeteit éljük át. A Bibliodráma csoport az önismereti alkotómunka lehetőségét adja elénk. Itt ebben a csoportban egész emberi valónkra, kreativitásunkra, játékosságunkra, értelmünkre és érzelmünkre épít a munka. Isten és ember közös történetébe részévé válunk, ahol küzdelmek és találkozások, hit és kétely, közös és egyéni utak, az akkor és a most valósága elevenedik meg. A Bibliodráma csoport arra ad lehetőséget, hogy életünk sokszor diffúz zavarai között végbe menő eseményeit egy jól strukturált történetbe, jól strukturált keretbe és vezetői támogatással rendezni tudjuk, de legalábbis reflektálni rá. A csoportba tartozásnak egyetlen feltétele van. Nyitott és bátor elszánás arra, hogy mások tőlem eltérő véleményét meghallgatva, a sajátomat képviselve dialógusra kész legyek. Az én-te kapcsolatra kész legyek. A változásra, az alakulásra kész legyek. Megköszönöm, hogy együtt voltunk így az elmúlt percekben, hogy eljöttetek velem erre az útra, ami személyes út. Az utak meggyőződésem, hogy mindig személyes megvalósítást igényelnek, és csak is a megvalósításban válnak érthetővé. Talán útra valónak pár gondolatot szeretnék még megosztani veletek. Jelenics István okos, szép szavai erősítenek bennünket ebben az alkotásban, alkotói folyamatban. Embernek lenni nem adottság, fogalmazza, hanem feladat. Tehát feladat vagyunk önmagunk számára. Nem készen születünk embernek, hanem azzal a meghívással születünk, hogy legyen belőlünk ember. Szent Györgyi Albert fohásza bennem is nagyon mélyen kezdett el megszólalni. Uram, engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban, hogy megértsük és megszépítsük a te kezed munkáját, hogy ez a mi földünk biztos otthona lehessen gazdagságnak, szépségnek, boldogságnak és békességnek. És nem tudom, hogy szoktatok-e beszélgetni angyalokkal, mert ha igen, akkor egy angyal jelenlétéhez szóló üzenet fogalmazódik meg ebben a pár sorban. Nem késő még,
mondta az angyal. Akkor sem, ha most minden zavaros, akkor sem, ha már nem vagy olyan fiatal, akkor sem, ha követtél el hibákat, és akkor sem, ha félsz. Még nem késő. És aztán az angyal szemével kezdtem látni a világot, láttam a színeket, melyeket megfesthetek, a hidakat, melyeket megépíthetek, életet, melyet örömmel élhetek, álmokat, melyek beteljesedhetnek. És ekkor világossá vált számomra, nem késő még. Lehet, hogy egy talentumot kaptál. És lehet, hogy a kapun kívül vagy, vagy voltál már. Hogyan folytatod? Megköszönöm, hogyha elfogadtok tőlem egy nagyon apró ajándékot. Az a reményem, hogy ha mégis és véletlenül nehéz helyzetek elé kerülsz, és ránézel erre a kicsi apró ajándékra, akkor az ajándék előhozza azt a mondatot is, amelyet bízom benne, hogy elvisztek erről a mai közös együttlétünkből. Én vagyok az, akiben az engem szerető Isten lakik. Hálás vagyok mindenkinek, akik lehetővé tették, hogy itt ma veletek együtt lehettem. Thank you.